akiket szórakoztatnak, másokat sokkolnak azok a videók, amelyeken többnyire sportos, vékony testalkatú emberek mérhetetlen mennyiségű ételt falnak be. Táplálkozásnak, étkezésnek, de még evésnek sem lehet nevezni azt, amit művelnek, egészségtelen és veszélyes úgy zabálni, ahogy ők. Viszont látva, hogy mennyi édességet vagy zsíros ételt nyelnek le, adott a kérdés, hogy nem híznak meg ettől. 4,5 kiló paradicsomos spagetti, 100 darab gófri, vagy épp 20 darab meleg szendvics. Sokan már a látványuktól is jól laknak, mégis van, aki ezeket simán befalja, ráadásul minél gyorsabban. Azonban bármennyire is hihetetlen, a versenyevés és a karcsúság egyáltalán nem zárja ki egymást. Nella Zisserről senki sem mondaná meg, hogy brutális mennyiségű ételeket fogyaszt, pedig az 55 kilós lány mindent megeszik, amit csak eléraknak. Legyen az 22 darab sajtburger, 100 darab csirkefalat, vagy egy hatalmas piskóta torta. Zabáló karrierje akkor kezdődött, amikor 2016-ban megevett egy 10 000 kalóriás reggelit, ami 20 tojást, 1 kiló szalonnát és 6 kolbászt tartalmazott. Ezzel a mennyiséggel még egy 12 fős család is jól lakott volna. A rengeteg egészségtelen ételek mellett igyekszik néhány zöldséget is lenyomni a torkán. Legutóbb 1/2 kilónyás brokkolival küzdött meg, amit 12,5 perc alatt sikerült megennie. Ha még van mondjuk 3 sajtburger, akkor bele kell húznom, hogy ez a 10 perc alatt az a 3 lemenjen. Az úgynevezett kaja kihívás őrülete nemrég terjedt el az interneten. A miskolci fiú Tari Ádám is hatalmas mennyiségű ételt burkolt már be, de szerinte ezt csak tudatosan lehet csinálni. A sok hamburger, virsli és desszert viszont rajta sem látszik meg. Tudom a határaimat, tehát mondjuk egy példát mondok, ha valaki azt mondja, hogy 50 sajtburger. Nem fogom megpróbálni, mert tudom azt, hogy nem tudom megenni. A 24 éves fiú, ha épp nem zabál, akkor személyi edzőként dolgozik. A testépítéssel még Ausztráliában kezdett foglalkozni, ott találkozott először ezzel a furcsa őrülettel is. Melbourne-ben volt, ugye, ahol én laktam. Melbourne-ben vannak ilyen éttermek, ahol olyan akciók vannak, hogy mondjuk nem tudom, hogy van az óriás hamburger kihívás, hogyha azt megcsinálja az illető, akkor kap, nem tudom, 200 dollárt, ez ingyen megkapja, tehát nem kell kifizetni effektíve. Eddig 20 darab hamburger tudott magába tuszkolni, ez volt a legnehezebb kihívása, és ez terhelte meg legjobban a szervezetét. Ráittam talán 1 liter tej volt, ugye, amit ittam mellé, és amikor megettem, még annyira rosszul nem voltam, csak rá egy órára, vagy 2, tehát így. Amúgy a szénhidrát miatt, tehát hogyha minél több, nem tudom, szénhidrát tartalmú ételt eszek, nem tudom, pizza, tészta, ilyesmi, általában nem szoktam rá inni, viszont ez annyira száraz volt, hogy muszáj voltam. Sem Ádámon, sem pedig Nellán nem látszik, hogy olykor egy átlagos ebéd 20-szorosát viszik be a szervezetükbe. Igaz, hogy mind a ketten rendszeresen sportolnak, de ez elég ahhoz, hogy ne hízzanak el. Ez nem egy általános szokás számukra, hogy ők minden nap sokat ebédelnek, sokat vacsoráznak, hanem ez egy tényleg egy egyszeri alkalom, ami nem is feltétlenül, mondom, tartózkodik tovább a gyomorban, úgyhogy ezért választanám el az illetőnek a testalkatától. Tehát az átlagos szokásai azok teljesen függetlenek attól, hogy most ugye ő egy evőversenyen milyen mennyiséget eszik. Egy több ezer kalóriás étel elfogyasztása nem kevés előkészületet igényel. Sokan a kihívás előtt 15 órával már nem fogyasztanak semmit, maximum vizet isznak, hogy tágítsák a gyomrukat. Már amennyire ilyen rövid időn belül ez lehetséges. A testet ugye ez nem fogja tönkretenni, mert 99%-ban ugye én diétán vagyok, ugye számolom a kalóriát, napi szinten fehérje, szénhidrát, zsír, és igazából, hogyha minden hónapban egy ilyet csinálok, nem fogok nagyon hízni tőle. Azért sem, mert amikor tudom azt, hogy lesz egy ilyen kihívásom, ugye előtte való nap, mondjuk este 6-kor, vagy nem tudom, este 7-fel eszek, másnap ez délfelé megcsinálom, vagy reggel 9-kor, és rákövetkező nap eszek 9-kor. A szakértő szerint az sem kizárt, hogy az étel fel sem szívódik a szervezetben, mert az egyszerűen sokkot kap. Az ilyen mértékű, nem is tudom, hogy milyen szót használjak, zabálás, túllevés, az mindenképpen egészségtelen. Nem is feltétlenül nevezném ezt a fajta ételelfogyasztást étkezésnek, hiszen itt teljesen más a célja a dolognak, nem az a lényeg, hogy ez a táplálék az fel is dolgozódjon, az a részünké váljon. Egészen egyszerűen annyi a cél, hogy minél nagyobb kalória vagy energia vagy tömegnyi mennyiséget bejuttassunk a gyomrunkba. Azt gondolom, hogy nem is feltétlenül feladat akár ezt még tovább tett a vékony bélbe eljuttatni ebben az esetben. Arról nem is beszélve, hogy a gyorsaság miatt rendesen megrágni sincs idejük az ételt, ami szintén nem segít hozzá az emésztéshez. Ádám tudja, hogy nagyon veszélyes, amit csinál, mégis minden egyes kihívásnál egyre többet és többet eszik. A szórakoztatás miatt csinálom, és ezt mindig elmondom a videók elején, hogy
én ezt megcsinálom, de senkinek sem ajánlom, meg senki se próbálja ki otthon, mert ez elég veszélyes lehet, ugye? Azért ismerem már határaimat, mert nem egyszer csináltam, de senkinek sem javaslom, hogy csinálják ezt otthon.